Sétába SS volt. Na, uraim, térjünk vissza. GRZ játszik Fengel. Feng az mondjuk egyébként szerintem eléggé kellemetlen, főleg még akkor kellemetlen, amikor középszinten vagy alatta vagy a játéknak, mert egy ivéző karakter, kurva sok ugye. Az milyen draw, ez nagyon szép volt. Igaz, ez van, bizonyos pályákon erre ugye van lehetőség, ez nem minden ugye pályáknál, mert itt a Tekkenben az nagyon jó meg van csinálva, hogy tehát itt pályánként ugye van multistage-ek, vannak akkor ezek a ugye törhető részek, biztosanok, de van ahol ugye meg teljesen nyitott a pálya, és Greta. Ennyi, egy dobás. Rá van rakva a család, ennyi. Az egész család az rárakta. Ennyi kellett. Tehát Feng amúgy egy kellemetlen karakter, persze nyilván pont nem Ricsi lesz az, aki egyébként meg fog zavarodni, vagy megijed, mert ő biztos, hogy nem, de ahogy mondtam, középszinten már egyébként már még mindig nagyon problémás tud lenni. Ó, egy fejelés, védve. Így igaz. Így van, két pofa mennyi innen ott a nyárba. Azt lehet cancelezni egyébként, amikor ugye alulról ugye egyébként kiszedi a gesztenyét Paul, és hát így igaz, hogyha ez ennyi. Kimegy, akkor az fáj. Ez ennyi. Egy hiba. Kész, egy hiba. A Ricsi ellen egy hiba, az fáj, főleg, hogyha most a Paulnak igazából, ha nem nagyon tévedek, azért mondják ugye, top tiernek a polt, mert amúgy a sebzése írdatlan nagyok. És ettől függetlenül egyébként még tehát nagyon hosszú ugye gyakorlatilag kombinációkat lehet végigvinni, főleg hogyha ilyen pályákon, ahol ugye van Wolfspat vagy Volcary, akkor az nagyon megdobja a polnak a sebzését gyakorlatilag. Pól ellen egyébként érdemes, hogyha olyan a játékos, éppen ha nem olyan a szabály random, hogy mindig olyan pályát választom, ami teljesen nyitott. Ja, végtelen pályára. Így igaz, végtelen pályára kell venni Pól ellen, Jézusom. Mert ugye itt visszapaton a falról az ilyen Phoenix Smashernél, aztán akkor ugye... Igen. Az a izé, az a, amikor csinál egy ilyen bukfence sugást. A szép. Az blokkon ráadásul, hát... Igen, mert szép, ugye... mert Tekkennél ugye nem olyan, mint az SF, hogy ugye van 3-4-5 frames mozgás, itt 10-től indul a leggyorsabb mozgás a játékban, tehát ebből adódóan itt egyébként rengeteg szép mozgás van, még blokkon is. Persze... Vannak ám szépek nyilván. Vannak ám szépek, de azért jó játékosok tudják, hogy mit szabad használni, tehát hogy... Az így igaz. Hú, egyszerűen érzem fizikailag az ütéseket, hallod, hogy betalál egy maflás, bazd meg, és így érzem, hogy ti. Így igaz, és ott a launcher, és az ilyenkor nagyon fáj, mert az egyébként ugye bufferelhető, és hogyha a buffereled, akkor nagyobb lesz a sebzés a második szakaszon. Meglátjuk, hogy GRZ most vissza tud jönni, neki rage van, el tud jönni egy szuper, ott a fejelés. Így igaz. Előtte. Szép volt, igen, azaz, GRZ szemtelen kell legyen most, és megcsinálja, és rárakja. Ott a cinematik. Nézd meg. Ott a cinematik. Komolyan mondom. Jó. És hogy betalál, láttad mennyi volt? Ez a 30%-a teljes életének a karakternek. És adott esetben, ha rage-ben van, akkor még több, szóval ezt lehet fokozni, meg ha counter, akkor megint több, szóval gyakorlatilag itt... Ez itt a vége. Egy-két ilyen, igen, Phoenix mozdulat. Igen, így mi van? Ajaj, az pedig egyébként le lett lassítva a régebbi részekben, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy gyorsabb volt. Könnyebben védhető. Ajaj, perfekt. Ez overhead. Az overhead. Ebből amúgy lehet szépen sidesteppelni, ki lehet ám. Ki lehet mozogni utána belőle. Utána meg gondolom mehet a punish. És mehet, és utána mehet a telibe a punish. Hát akkor ezt kéne alkalmazni, mert láthatólag Rich elég előszeretettel dobálgatja ezt a mozgást. Hát az az igazság, hogy Tominál hiányzik egyébként a sidestep. Nem, majd most jön a stílus. Játék, tehát így nem táncol eleget a pályán, csak előre-hátra, de... Most jön a Foxy Maxi. Tomi ellen nem lehet csak így táncolgatni előre-hátra, itt rendes flamengót kell csinálni, érted? Ki kell menni. Így rá kell csípőből menni a dologra. Így igaz, itt csípőből kell dolgozni, és Tominál ez most hiányzik. Úgyhogy... Hát most figyelj, Steve Foxon kipikkelte GRZ, mondjuk vele lehet viszont mozogni. A Steve, ha Franco Chao, akkor ő az. Ott aztán megint olyan sebzések vannak, hogy gyakorlatilag pont, mint a Detto Paulnál. Ugye meg ráadásul egy kellemetlen karakter, mert mivel boxos, abszolút hitű a játék ehhez, és nincsenek rugásai. Ja, igen.
a taposás az egyetlen rugása, és ebből adódóan ugye a... Ó, az a sweep, még egy rá. A 3-4 gombok is ugye gyakorlatilag... Igen, így igaz. Jó, nem baj, Gézének Rage van. Csak egy launcher is benyomni. Ajaj, nem szabad. Nem szabad. Az így igaz, az ilyenkor elmegy a levegőbe. Azt hiszem, hogy lehet egyébként guggolva, ugye Elvig felé az a szuperje. Az valószínűleg hány. A jó az... Igen. Igen. Hát igen, akkor így. Jó volt az ugró, megy a juggle. Frame vagy. 50% minusz. Így igaz, nagyon szép. Így igaz. Oh, ajjaj, jó volt, nagyon szemtelen volt. Á, és megint. Ezt igen, ez Tamás ezt nem figyeli, hogy ilyenkor ugye ki kell teljesen menni. Hát a falnál. Nem jó, ó. Oh. Ajjaj. Nem jó. De? Á. Ugye az az igazság, hogy én sem mondtam az elején jól, tehát nem mindegy, hogy sidestepet csinálsz a játékból, vagy sidewalkot. A sidestep ugye az, amikor csak egy picit így kettőt teppelsz a fel vagy a leirányon. De ha a sidewalkot nyomsz, az úgy néz ki, hogy tepp és utána holdingolod ugye ezt a gombot. Na akkor van az, hogy egyébként az ilyenekből tudsz kimozogni. A sidesteppel egyébként a hitbox eltalált. Aha. És én most is néztem egyébként, a Tamás odébb ment, csak megint sidesteppet választ. Ez probléma. Sidewalkra kell ilyenkor menni. Jó? Oké. Na? Ez az jó, akkor tessük megvárni, de nem jön ki! Oh, de szemtelen volt! Azta!